A jó idő érkezésével az emberek kiránduló kedve is megjön, azonban ilyenkor a kullancsok is támadnak, ezért érdemes figyelembe venni néhány egyszerű dolgot, amivel megelőzhetjük a bajt aki túrázni megy, főleg a de minden időszakban nagyon fontos neki, hogy zárt ruházata legyen, és világos ruházata legyen, és legyen sapka is a fején. Miért kell a fehér ruházat, vagy a világos ruházat? Azért, hogy lássák, hogyha a kullancs cool épp a ruhára megy, azt le tudják söpörni. Miért kell igazából zárt ruházat? Azért, hogy ne tudja a bőrünkhöz hozzájutni a kullancs, cool ezért célszerűen a drágot beletenni az okniba, a ruhát összehúzni. Fontos továbbá, hogy karimás sapkát viseljünk, mert a kullancs abból nem tud kimászni, ezzel megakadályozva, hogy megcsípjen. De nem csak ennyit tehetünk a baj elkerüléséért, azt is érdemes figyelembe venni, hol kirándulunk. Olyan helyre megyünk, ahol még nem voltunk, ott pedig célszerű átvizsgálni az előbb mondottakat, hogy főleg az úton menjünk, bokros helyeken, úgynevezett nagyon sűrű lombozatú helyekre nem menjünk be, ahol avar van, ne nagyobb menjünk, mert ott azért gyakrabban megtalálható. Azért is érdemes odafigyelni, mert a kullancs többféle baktériumot, illetve vírust is hordozhat. Ezek közül a két leggyakoribb a lánykor és az agyhártya gyulladás. A kezelésük az mindenképpen speciális, orvosi feladat természetesen. A lánykort azt antibiotikummal, mivel hogy baktérium okozza a betegséget, antibiotikummal lehet kezelni, ezt a házi orvosok is elkezdhetik a vírus enkefalitiszt az természetesen kórházi körülmények között neurológia osztályon speciális gyógyszerekkel kell kezelni. Amennyiben észrevesszük magunkon a kullancsot, nem kell azonnal orvoshoz rohanni. Egyszerűen mi magunk is eltávolíthatjuk a kártevőt. Akár egy ilyen csipesszel, de megteszi az egyszerű szemöldök csipesz is. A legfontosabb, hogy az eltávolítási manőver során ne nyomjuk össze a kullancsnak a testét, mert akkor öklendezi vissza a váladékot, ami már tartalmazhatja ezeket a kórokozókat. Egy határozott mozdulattal a bőr felszínéhez minél közelebb kell kihúzni a kullancsot, nem kell megijedni, hogyha a szájszerve bent ragad, azzal ő már semmi veszélyt nem tud nekünk csinálni, a bőr néhány nap alatt azt kilöki magából. Eltávolítás után figyelni kell a csípés helyét, amennyiben azt veszi észre, hogy a helye rosszabbodik, illetve nem érzik jó magukat, mindenképpen forduljanak a házi orvosukhoz.